Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, én Bence Péter vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következő percekben. 2,7 millió forintot szán az önkormányzat a karácsonyi segélyezésre. A reformáció napját ünnepeltük. 125 éve született a könyvtár névadója Keresztély Gyula. Jótékony célért futottak. Rászorultaknak történő adakozásról, forgalomkorlátozásról és újabb takarékossági intézkedésekről is döntést hozott Bátaszékváros önkormányzati testülete. A lakosság kérésének megfelelően született döntés értelmében tilos lesz 3,8 tonnánál nagyobb súlyú gépjárművel behajtani az új Kövesdi bekötő útra. Emellett arról is döntés született, 2,7 millió forint értékben nyújtanak támogatást a rászorulóknak karácsonyt megelőzően. Egy kormányhatározat értelmében minden önkormányzatnak menedzsment tervet kell készíteni a következő időszakra, melyben össze kell állítania azt a tervet, melyben megfogalmazzák, milyen elképzeléseik vannak a várhatóan nehéz előttünk álló időszak levezénylésére. Képviselőtársunk kezdeményezésére napirendre is került ennek a menedzsment tervnek az elkészítése, és a képviselőtestület végül is elfogadta, hogy a novemberi testületülése készüljön Bátaszékváros önkormányzat pénzügyi helyzetére vonatkozóan is egy ilyen fikció, hogy valójában hogyan is fogjuk mostani információink szerint kezelni a 2023-as költségvetési esztendőt. És hát ezt az ürügyet felhasználva a Fidesz képviselőcsoport mindjárt hozott is egy konkrét döntést. Hosszú évek törekvése végre eredményre jutott, és hát sikerült képviselőtestületen belül többségükkel az önkormányzati nyilvánosságot eddig biztosító szerződéseket felmondani. A döntés alapján a Mecsek TV-vel, illetve az Antit Rádióval szóló szerződéseinket felmondta a képviselőtestület, illetve utasítást adott a gazdasági társaság vezetőjének, hogy ezeket a szerződéseket mondja fel. Azt gondolom, hogy pont ebben a helyzetben, amikor minden információt meg kellene osztani objektív módon többek között Bátaszékváros lakosságával, hogy milyen döntések miért is születnek, nagyon rossz üzenete van a nyilvánosságra vonatkozó médiaszerződések felmondásának. Meglátjuk, hogy ennek milyen hosszú távú következményei lesznek a város közéletére vonatkozóan. Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan ismét karácsonyi jótékonysági akcióra kerül sor Bátaszéken. Az önkormányzati testület döntése értelmében jelentős összegeket különítenek el a rászorulók karácsonyi adományainak fedezetére. Sajnos egyre több család kerül abban a helyzetbe, hogy az ünnepeket nem tudná méltó módon megünnepelni, és nem tudna felkészülni rá. Ezért mintegy 2,7 millió forintot fogunk ebben az esztendőben karácsonykor csomagok formájában biztosítani terveink szerint mintegy 180 rászorulónak. Itt is kérjük és hívjuk azokat, akiknek esetleg még van lehetősége, hogy ezt a programot támogassák. A megadott bankszámlaszámon lesz erre lehetőség. Annak érdekében, hogy ha rászorulók száma nő, már pedig valószínűleg nőni fog, minél több érintettet tudjunk ebben az ellátásban részesíteni. Napok kérdése is, teljes egészében elkészül az az útszakasz, melyre a Kövesden élők évek óta vártak. A szinte forgalomképtelenné vált bekötő út felújítása után most ismét hosszú távra szavatolja a biztonságos közlekedést a település részen. Megóvása érdekében forgalomrendváltozással is határozott a testület. A képviselők szeretnék, ha a nehéz gépekkel csak különleges esetben járnának be a város részbe. Igen, most már látjuk, hogy milyen műszaki tartalma valósult meg, és hogy szép, és nagy valószínűség az elkövetkezendő évtizedekben nem biztos, hogy lesz arra lehetőségünk, hogy újra fel tudjuk újítani. Ezért beterjesztettünk egy javaslatot, hogy egy komolyabb forgalomszabályozást hajtsunk végre. Ez egy magassági kapu kiépítését jelentette volna Köves településnek a külterületről bevezető útján, hogy ne engedjük a településre rá a nehéz gépjárműveket. A képviselőtestület ezzel elzárkózott. Annyiban módosította a forgalomszabályozó intézkedéseit, amit jelen pillanatban hatályosak, hogy továbbiakban is 3,5 tonna ösztömegű járművek nem közlekedhetnek be, kivéve behajtási engedéllyel. Tehát itt most változni fog majd a szabály, tehát akiknek 3,5 tonnát meghaladó jármű van a tulajdonába,
és köves településre be kívánnak hajtani, nekik behajtási engedélyt kell kérni, ellenkező esetben a KESZ szabályi alapján a rendőrség eljárhat azokkal, akiket rajta kap gyakorlatilag a beközlekedés időpontjában. Energia megtakarítási célból döntött úgy a képviselők tanácsa, hogy igazgatási szünetet rendelnek el, mely a polgármesteri hivatalt érinti. Az állam részéről államigazgatási szünet elrendelésére is sor került. Így december 22 és január 8-a között nem lesz nyitva a közös önkormányzati hivatal. Rendkívüli ügyekben természetesen ügyeletet biztosítunk, de alapvető önkormányzati ügyek intézésére ebben az időszakban nem lesz lehetőség. A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy a hagyomány szerint 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. Magyarországon is nagy hagyománya van a nap megünneplésének. A legtöbb protestáns gyülekezet ünnepi istentiszteletet tart ezen a napon. A reformációról beszélgettünk Fekete Zoltán református lelkipásztorral. A reformáció azt jelenti, hogy vissza kell térni az eredeti formára, mondja Fekete Zoltán. Az egyházra nézve ez az apostoli idők tanítása szerinti gondolkodásmódra való visszatérést jelenti. A reformációnak az ünnepe az pont erről szól, hogy 500 évvel ezelőtt az akkori egyház már annyira eltért az etikai és teológiai kérdésekben is föllazult, hogy újra kellett gondolni. Egyébként is a humanizmus korában vagyunk, tehát akkor mi vissza a forrásokhoz, és akkor így a Biblia újra előkerült, és akkor a nyomtatás révén meg ugye el is terjedt, tehát elérhető volt lassan a Biblia mindenkinek, ha már tudtak latinul, de hát azért jött a fordítás is, hogy a nép nyelvére. A keresztényeket arra tanította, hogy aki ad a szegényeknek, aki segít az elesetten, az jobbat cselekszik, mint aki búcsú cédulát vásárol. Ha megszabadíthat a kintól, miért pénzért teszi, és nem szeretetből? Jézusom, ki ez a Luther Márton? A protestáns reformáció szellemi atya, lelkész, reformátor. Ágoston rendi szerzetesként lett teológus és professzor, a Wittenbergi Egyetem bibliatanára. Reformjait sokáig az egységes egyház keretében szerette volna keresztül vinni. Luther mélységesen elítélte a búcsú cédula árusítását, ezért 1517. október 31-én tiltakozó levelet írt Albert érseknek, amelyhez csatolta 95 tételből álló írását, mint egy vitára bocsátva ezt az egyházon belül. Ugyanezen a napon Luther Wittenbergbe is közzétette pontjait, a hagyomány szerint a várkapujára szegezte fel írását. Luther Márton, német ágostonrendi szerzetes, találkozott azzal, hogy Németországba a búcsúcédulákat árusítják. Ugye a búcsúcéda azt jelenti, hogy fizetek az üdvösségemért. Tehát teszek érte, de nem csak, hogy mit tudom, elzarándokolok, vagy igyekszem úgy élni, hanem fizetek az üdvösségért, vagy az elhunyt szeretteink, vagy a magunkra nézve. És ez elindított egy teológiai vitát, egy gondolkodást, hogy akkor ez hogy is van? Tehát mi van az eredeti iratokban? És akkor ott eljutottak odáig, ami ma is a reformációnak a vívmánya, hogy protestáns egyházaknak a hitvallásában benne van, az az öt szóla, vagy öt egyedül kijelentés, talán így lehet összefoglalni. És azt, amikor 500 évvel és évforduló volt pár évvel ezelőtt, ugye 5 évvel ezelőtt volt, akkor én arra írtam egy kis, hát ilyen versszerűséget. Kinyitom naponta a Bibliám, hogy halljam, mit szól Isten hozzám, szívét adta, én értem, hogy engem újra öleljen, dicsőség néki mindenben. És ugye ez a gyerekeknek is, tehát felnőtteknek is megjegyezhető módon elmondja a reformációnak az újrafelismeréseit, hogy menjünk vissza az kezdetekhez. 500 éve fizettek azért, hogy üdvösség legyen. A kérdés, mennyiben más a mai világ, mint az akkori? Ma meg nem ez van, hanem pont talán fordítottja, hogy nem érdekel minket annyira ez a kérdés. Nem érdekel az örök élet, nem érdekel a bűnbocsánat. Tehát, hogy cédulát árisítanánk, biztos, hogy fölkopna az állunk hasonló helyzetbe. Tehát pont talán egy másik rész, másik megközelítést érdemes ilyenkor néznünk. És ez érdekes módon a magyarországi református hitvallásunk, a Heidelbergi KT-nek az első kérdésfelelete, az pont egy ilyen szólat. Tehát még egy ilyen egyedül mondás van benne. Ez az öt mellé lehet tenni, hogy
az egyedüli vigasztalás, ugye sola consolatio, így van latinul, és ezzel kezdődik a hitvallás, hogy mi az életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Tehát mi az a legfőbb jó, ami mindent visz. Tehát ami az összes rossz, ami az életedben van, vesztesség, ugye most halottak napjához közeledünk, szeretteink elmenetel, a saját betegségeink, gondjaink, gazdasági helyzet, családi gondok, mi az a legfőbb jó, ami e fölött van. Tehát ami mindent visz, vagy fölülírja, enyhíti, átsegíti azt, amin átmegyünk. És akkor ez úgy hangzik, hogy tehát mi életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalás az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Az az állapot, mely a reformációt megelőző időben jellemző volt, az egyházban megváltozott. A megújulási pont hatott a római egyházra is, mondja Fekete Zoltán. Akiktől úgymond kiüzetett a máshogy gondolkodók csoportja, vagy tömege, az is egy megújulást élt meg. Mert valahogy ez a helyzet mindenkire hatott, hogy újra kell gondolnunk. És azok a középkori nagyon terhes egyházi látkép, amit az elején vázoltam, az ugye megváltozott utána. Ott is. Ha újra gondoljuk a Biblia alapján az üdvösség kérdést, azaz az örök élet, annak előzményeként a bűnbocsánat, és ugye az átmeneti időben már az új élet, míg eljutunk Istenhez. Ezt a kérdést akkor ugye a Bibliát vegyük elő. A római levél, a Galata levél nagyon segít ezekbe a kérdésekbe. És az efezusi levélben van ez a mondat, amit most kiemelnék, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Tehát látjuk ebből a reformáció tételmondatait is, hogy a Szentírás alapján tudjuk, hogy hitáltal, tehát az Istenre kell csak hallgatnunk, mert ő elkészítette a megoldást Krisztus által. És nem a mi érdemszerző jó cselekedeteinkről van itt szó, hanem ezt kegyelemből kapjuk. És hát ezért Isten, soli Deo gloria, hogy ahogy a reformátorok mondták, egyedül Isteni a dicsőség. 125 esztendeje született Keresztély Gyula, a város könyvtárának névadója. A következőkben róla emlékezünk meg. 125 évvel ezelőtt, 1897. október 20-án született Bátaszéken a városi könyvtár névadója, Keresztély Gyula. A tanári munkáját 1921-ben kezdte meg Bátaszéken, az általa alapított magánpolgári iskolában, majd mikor ezt az iskolát 1922-ben államosították, itt folytatta tovább a működését. 1927-ben kinevezték a Tolnai Állami Polgári Iskola igazgatójává. Az Országos Polgári Iskolai Tanárok Egyesület körének a pénztárosa volt. Több helyi körnek, egyesületnek választmányi tagja. Az iskola igazgatói tevékenysége mellett tanított történelmet, közgazdaságtant, egészségtant, karéneket, az egyházi énekkart vezette. Az iskola gondnoki teendőit is ellátta, ő volt a segédkönyvtár őre. Fontosnak tartotta az iskolai ifjúsági könyvtár évenkénti bővítését. A sportkör tiszteletbeli tagja, elnöke volt. Támogatta az önképzőkörök megalakulását. Hangsúlyozta a család és az iskola együttműködésének jelentőségét és fontosságát. A szülői büntetésről és eszközeiről címmel előadást tartott a szülőknek. Dolgozott Marcaliban és Győrben is. 2008. januárjában egy volt tanítványa így írt róla. Keresztély tanár úrnak 1950-től 1954-ig a Bátaszéki Fiúiskola felső tagozatában voltam a tanítványa. A mindig nagy tiszteletben álló pedagógusnak igen nagy tekintélye volt, nem csak a diákok között, hanem a teljes tantestület előtt is. Korán őszült és szép fehér hajkoronája már messziről tiszteletet parancsolt. Az osztályunknak 4 évig magyar irodalmat, nyelvtant és történelmet tanított. Nagyon meghatott mindnyájunkat, hogy német származása ellenére mennyire szerette és rajongott a magyar irodalomért és a magyar történelemért. Az osztályában mindig teljes csend volt, a tananyaggal kapcsolatos történetei lenyűgözőek voltak. Megemlítette, hogy győri tanári tevékenysége idején József Attila többször bekopogott hozzá a verseit árulva. A fogalmazás tanítására mindig nagy hangsúlyt fektetett. A jellegzetes megjegyzése ma is a fülemben cseng. Az egyszerű, mindig nagyszerű, mondta többször,
kitűnően zongorázott. A minden évben megrendezésre kerülő iskolai torna ünnepélyen a tanár úr zongorajátéka külön élményt jelentett. Kidolgozott akkordjai és a kitűnő improvizációs képessége jellemezték játékát. Erre a zenére tornáztunk ütemesen a labdarúgó pályán. A bátaszéki községi könyvtár megalapításában, fejlesztésében igen nagy szerepe volt. Keresztély Gyula könyvtárosi kinevezésével a községi tanács határozatainak 1960-as nyilvántartásában találkozunk először. Hidegben és ködben, de annál jobb hangulatban telt az őszi közösségi futás bátaszéken. A programon 7 és 14 kilométeres távot tehettek meg a jelentkezők, futva, sétálva vagy kerékpárral. A nevezési díjakat jótékonysági célra fordították. Bemelegítés, egy utolsó egyeztetés, aztán indulhat is a 2022-es őszi közösségi futás. Sokan összejöttek bátaszéken, hogy részt vegyenek ezen a különleges sport délelőttön. 10 órakor el is indult a mezőny. Csáki Zoltán az egyik legfiatalabb versenyzője volt az eseménynek, ő a 7 kilométeres távot választotta. Szeretnék gyakorolni a futásra. Én sosem fáradok el. Szent Péter, a futás szervezője, elárulta a stábunknak, nem csak a testmozgás volt a lényeg ezen a napon. Minden évben 3-4 ilyen közösségi futást szervezünk, eddig általában Szeleshártól indult, most jöttünk ide művelődési központtól, és innen fogunk elindulni. Az elsődleges cél az, hogy megmozgassuk a környékbeli sportot kedvelő embereket, úgy gondolom ezt a célt elérjük. A második cél az, hogy megmutassuk a bátaszék szépségét, mert olyan helyeken megyünk, Dolina, meg Szent a település, amik már nincsenek is, már igazán a föld felszínén. Tehát megmutatnánk ezeket a szépségét a szekszai domboknak, meg a bátaszéki domboknak, de sajnos az időjárás nem igazán teszi majd lehetővé. És harmadik cél egy jótékonysága, a bátaszéki szegényekért ajánlottunk fel a nevezési díjakat, és a karácsonyi ételosztásnál lesz ebből megfelelő mennyiségű étel és ital a rászorultaknak. Többen a társaság miatt vettek részt a futáson. Nagyon szeretünk segíteni az Andival, részt venni minden ilyen jótékonysági rendezvényeken is. Igazából a közösség miatt jöttünk, és most a legfontosabb az együtt. Tehát azon lesz a hangsúly, nem a tempó, hanem hogy együtt fussunk közösségbe. Mi inkább hosszú távosak vagyunk, de most kifejezetten a közösség miatt jöttünk. Mi sokat edzünk, így együtt hárman. Szoktunk futni, és úgy voltunk fel, hogyha már a saját településünkön van egy közösségi futás, ami jó arra, hogy összekovácsoljon egy nagyobb közösséget, és akkor mindenképp eljövünk, ha esik, ha fúj, ha szakad. Igen, nyilván az is szempont volt, hogy egyébként a futás egy olyan sportág, fölállsz a fotelből, húzol egy cipőt és elindulsz, de nyilván, hogyha még mellé adakozni is tudunk, akkor meg pláne örömmel jövünk. Bár szép számmal összejöttek a sportolni vágyók, a ködös időjárás többeket is elriasztott. Sokkal többen jöttek volna, mert az időjárás miatt, mert például nekem is nagyon sok ismerősöm lejött volna a kerékpárral, és nem futottak volna, és visszakerékpároztak, csak ebben az időben nem vállalták be a ködbe a kerékpározást. Tehát nem tudom pontosan hányan vagyunk, de úgy gondolom, aki mozogni akar, az ebben az időben is tud egy jót mozogni. Jó a közösség, utána eltejázgatnak, zsíros kenyeret esznek, közben beszélgetnek, meg utána beszélgetnek. Tehát elérte a célját, vagy el fog érni, remélem a célját a futás. Ennek ellenére úgy gondolja, egyre sikeresebbek ezek az események. Szent Péter hozzátette, fontosnak tartja, hogy már egészen kiskorban megszerettessék a gyerekekkel a sportolást. Erre is igyekeznek odafigyelni. Bátaszék triatlon, ahol az obosoknak már csinálunk duatlont, a kerékpároznak is futnak. Illetve én az idén gondolkodtam, de aztán lebeszéltek róla, sajnos hagytam magam, hogy a kisiknek egy 1 kilométeres futást terveztem itt a templom körül. Azt most is bánom, hogy azt hagytam, hogy lebeszélnek róla, de legközelebb lesz ilyen is. A következő közösségi futást karácsony és új év között szervezik majd meg, talán már hóesésben. Thank you.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!